megfogtak engem. Tudtátok azt, hogy a Dr. Disrespect az nem csak az ellenfél játékosokat diszpektál, hanem kiskorú lányokat is. És még a feleségét is. Mi történt? Mi az? Mi az, amiért most beszélek? Ugye külföldön is mindig történnek dolgok, fontos dolgok, vagy kevésbé fontos dolgok, kinek mi. De azért ezt az embert szerintem elég sokan ismeritek. Doktor Disrespectről van szó, azaz Guy Beamről, polgári nevén, PUBG-val lett híres, azt hiszem sokat kiabál, egy szerepet játszik, kétszeres videójáték világbajnoknak a szerepét játsza. Ez amúgy annyira nem bevett szokás a streamereknél, hogy egy szerepet játszanak, ezt amúgy szeretném többször látni, mert amit Dr. Disrespect csinált, az amúgy szerintem nem volt annyira rossz, én adnám, hogyha Magyarországon is lenne valami hasonló tartalomgyártó, de nekünk csak a két okos jutott, ami hát olyan, amilyen. Ja, viszont Dr. disrespect legendaként tisztelik sokan, azt nem tudom, hogy miért amúgy, de tényleg valóban ö, voltak elég szórakoztató klippek. Szerintem annyira nem volt egy funny guy, de minden esetre elismerésem minden, ér, amit ö, elért. Na ez a 2017-es botrány ez amúgy, hát nyilván abból indult, hogy megcsalta a feleségét, és ez köztük zajlott le, ö, viszont egy nagyon rövid streamben ugye közölte hogy ez megtörtént, és mondta, hogy transzparens akar lenni a nézőgyűlőd, és el akarja mondani ezeket a dolgokat, amik történtek. Hey guys! Uh, kind of have a, a little bit of, of an announcement. Um, and I just want to be completely transparent with you guys. As you guys know, I have a, a beautiful family, and a wife, and kid. I want to be transparent that I've been unfaithful, and and uh. and i'm probably going to be taking some time away time off to focus on um, stupid mistakes man i'm going to take time off to focus on my family and and so i just wanted to let you guys know that and i apologize to you guys and slick daddy you guys are i apologize to you guys my sponsors and twitch And this is not Ez nem én vagyok, ez nem az, amit represent. És. Ez itt. Itt volt amúgy először az, hogy ő levette a jelmezt, ugye, a hajat, parókát, napszönveget, mindenféle dolgot, amit szokott hordani. Levette, megmutatta az arcát a nézőinek, itt először, ha jól tudom, és ebben a streamben elmondja, hogy nagyot hibázott, a családjával fog foglalkozni, bla bla bla, egy ideig nem fog streamelni. Na most ennek tényleg csak a kapcsolatára volt hatása, nem a streamelésére igazából, de most voltak ezek a mémek, meg stream snipolták őt olyan nevekkel, hogy mit tudom én, Dr. Disrespect My Wife, meg ilyenek, Amik um, amik amúgy viccesek voltak, ezek a klippek tényleg kurva viccesek. Hey, I made it! I did it again! I did it again! <laughs> <laughs> I did it again! <laughs> yeah! Yeah! <laughs> Screenshot it, dude! Screenshot it! God. That my graphical settings is a little rough right now. AYA De nagyjából ennyi volt belőle, ezek ilyen ártatlan poénok, mondhatni. Igazából ő, ő vállalta a nyilvánosságot azzal, hogy ezt elmondta. De hát, azt, azt nem mondta, hogy mik voltak a körülményei ennek a megcsalásnak. Uh, az ugye, az nem tartozott annyira a nyilvánosságra. És ezzel semmi baj nincs is. Viszont van egy olyan érzésem, hogy amik, amik most kiderültek, azoknak lehet, hogy köze volt a feleséges storyhoz, mert itt ugye nem úgy hangzott el az e imént lejátszott klipben, hogy megcsalta a feleségét, tehát nem az, hogy I cheated on my wife, hanem azt mondja, hogy I was unfaithful, tehát hűtlen voltam. Na most ezt lehet máshogy is értelmezni, nem kell feltétlenül szexelni az valakivel, hogy hűtlen legyél. De mik voltak a Twitch kitiltások? Most nem tudtam nyilván minden Twitch kitiltását összeszedni, szerintem uh, amúgy nem volt olyan sok, de azokat szedtem össze, amikre emlékszem. 2019-ben az EA3 rendezvényen, vagy nem tudom ezt hogyan mondják, E3 rendezvényen először életében streamelt IRL-t a Doc, ezt ugye be is jelentette Twitteren, és ezután jött az ominózus pillanat, amiben doktor úr elfelejtette, hogy a mosdókat lehet, hogy nem kéne operatőrrel berédelni. Uh, mert ugye volt egy operatőre, aki ment mögötte, és akkor így ment az IRL stream, hogy ott találkozgatott emberekkel, stb. stb. csak hát a mosdóba lehet, hogy nem kéne bevenni. Főleg nem úgy, hogy ugye ott mondjuk ott a piszóárat, pisil a kisgyerek ott a hát a mögött, nem tudom, hogy ez mennyire jó dolog. Uh, nyilván azért megkapta a banyát a Twitchről, pihent egy kicsit, nem tudom, ez mennyi idő volt, azt hiszem egy hét, ha jól emlékszem, de nem akarok hülyeséget mondani. Nyilván itt a embereknek a privacy-e, magánszférája lett megsértve. Ez nem egy jó dolog, de még ez sem annyira. Egetrengetően rossz, hogy utálják őt az emberek. Viszont a Pisilősban után, egy évvel, 2020. júniusában Dr. Disrespectet véglegesen kitiltották a Twitch platformjáról. Itt amúgy ő, ő volt konkrétan a legnagyobb streamer, tehát ez azért is volt ennyire egy ilyen nagyon egetrengető dolog, hogy őt kibannolták, mert az egyik legnagyobb, ha nem a legnagyobb streamer volt ezen a platformon. És ez ugye tényleg nagyon hirtelen jött, furcsa is volt, mindenki ne, ne, senki nem tudta. Mindenki azt kérdezte, hogy miért, és igazából senki nem tudta. Uh, Dr. Disrespect is hallgatott az ügy során, azt mondta, hogy nem tudja, hogy ez miért van. A Twitch is azt mondta, hogy nem tudja, hogy miért van. Ebből ugye lett egy per aminek elméletileg most már vége van, de elmondom, hogy egy kicsit később. Az utolsó streamjében a twitch úgy tűnt, mintha valami nagyon rossz dolgot kapott volna a telefonjára, kis értesítésbe, olvasta az öreg, és annyit lehetett látni, hogy le volt sápadva, vesett a szemét, ezt nem lehet látni napszönvektől, de eléggé sokkoló arcot mutatott az öreg dok. Mondta, hogy ezt vészelni. Champions Club. we appreciate everyone watching today. in the backyard. Who is going to be looking We'll get, the yeah, we'll we'll get through this Champions Club. Course, well. yeah, I, I know it's a tough because I don't know this one well. Life's weird right now. Yeah, I, we'll get through this, okay? And uh, Hey Christopher. Dun dun dun! You better not taunt me. dare oh, you. <laughs> fuck? Két hónappal a banya után, 2020. augusztusban a Youtube-on tért vissza. Bejelentette ezt, hogy wow, big clap guys, itt vagyok a Youtube-on, tök királyság, és erősebben tért vissza, mint valaha, mindenkinek meglepést, meglepetést okozva következő négy évben még tovább növelte a YouTube csatornáját, és már több mint 4 millió, már majdnem 5 millió feliratkozója van amúgy, és ő az egyik legnépszerűbb streamer az interneten. Biztosan láttátok már amúgy az arcát, nem csak most itt nálam először, de ha valaki most látja először, akkor tesó, hol élsz? A kő alatt? A lyukba? Hol lakik, uram? Mindeközben a YouTube karrier közben egészen végig tagadta azt, hogy tudná, hogy a Twitchről miért kapott kitiltást. Ezt végig tagadta egészen mostanáig. Ugyanis nemrégiben, kb. egy hete, június 22-én, Cody Connors, a Twitch egyik volt alkalmazottja, kiírt egy tweetet, mi szerint Dr. Disrespectet azért tiltották ki, mert egy kiskorúval beszélgetett a Twitchnek a suttogó felületén, a viszperek, direct messages, suttogó üzeneteken keresztül. És elméletileg találkozni akart vele a Twitchcon rendezvényen, ahol ugye streamerek, meg, meg streamer entuziasztik emberek vannak ott. Uh, amúgy egy is elmennék. Kodinak a tweetje, sajnos bizonyítékok hiányában uh, nem volt elég a Twitter népének. Már csak állítások hangzottak el, és kurva sokan megkérdőjelezték Kodinak a hitelességét, hogy most ő tényleg a dolgozott egyáltalán, vagy ez honnan a geciből szedte, tehát a seggébe húztak ki ezeket a dolgokat, tehát erről eddig nem volt szó. Valaki ezt újra közölte, Dr. Disrespect válaszolt is rá és ez rosszabbá tette az egész helyzetet. Milyen meglepő, hogy amikor youtuberek válaszolnak ilyen dolgokra, akkor az általában csak rosszabb lesz. Lásd Nosika videója, lásd Iron Channel magyarázkodása, lásd Vendel magyarázkodása, és lásd Nabu magyarázkodása. Ezek csak a magyar internetről egy-két szereplő, akit sokan szeretnek PDF fájloknak tit, 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 titulálni. Miért is? Miért is volt ez? nyilván elmondta a szokásosat, a jogi dumát, hogy ö, ő nem tett semmi rosszat, ezt meg azt ítélte meg a bíróság, és hát semmit nem ítélt meg a bíróság, ki lett fizetve, nem csinál semmi törvénytelen, nem beszélhetek róla, mert fogva van a kezem, stb. stb. Ezek a dolgok, ezek általában nem hangzanak jól, ö, mert hogyha valami, valamivel megvádolnak, akkor azt vagy cáfolnod kell, vagy elismerned. Igazából nagyjából ez a kettő lehetőséged van. Hogyha pedig egyiket sem csinálod, akkor az, ö, hát, kételyekre ad okot az emberek fejében. Tehát egyértelmű választ nem adott, és ö, az emberek is úgy reagáltak erre, hogy nagyon-nagyon homályos az egész, nem tudják még mindig, hogy most akkor történt valami, nem történt valami, mert tényleg nem cáfolt semmit az öreg doktor. Viszont ö, volt még egy válasza, a második tweet, amiben szintén leírta, hogy semmi illegálisat nem tett, attól még lehet, hogy erkölcstelen valami, nem? Ha nem tett semmi illegálisat, oké, okay, beszélgetni egy 17 éves lányjal, nem feltétlenül illegális. Magyarországon még akkor sem, hogyha ezt szexuálisan teszed, de egy 40 éves ember úgy, hogy van gyereke, meg felesége, tehát családja van, szerintem ne beszélgessen 17 éves lányokkal ö, szexuálisan, de inkább sehogy se. Ezután le volt rendezve ez az egész dolog, ö, a Doc elmondta az Elden Ring streamjében június 24-én, nem rég, hogy nem kíván többet foglalkozni ezzel a dologgal, ő mindent kiírt a Twitterre, és hogy ez le van zárva. Viszont, az által alapított játékfejlesztő cég, tehát a saját játékfejlesztő cége, a Midnight Society, bejelentették Twitteren, hogy megszakítják vele a kapcsolatot, ez emiatt a vádak miatt. A tweetben amúgy ezt, ezt írták. Péntek este értesültünk a vádakról, az egyik társalapítónkkal, Guy Bimmel, alias Dr. disrespect kapcsolatban szemben. Az ártatlanságát feltételeztük, de az érintettekkel való beszélgetések után úgy döntöttünk, hogy megszakítjuk vele a kapcsolatot. Na most ez a tweet, Dr. Disrespect figyelmét szerintem pont az élőadásban érte el, mivel olyan szinten sokkolta őt ez a dolog, mint hogyha azt, azt, azt a hírt kapta volna, hogy nem tudom, meghalt a családja mondjuk egy autóban esetben. Tényleg olyan szinten lesápadt az emberünk, hogy... Hát, ja, nézzétek meg a klipet amúgy, elég vicces. You know how we... You know how we run things here. How are we feeling doc it says Roy? I'll be honest, I'm feeling a little fatigued. Feeling a little fatigued. We came in here, champs. We came in here. High energy. Istmoin ná já, de teljesen ugyanaz mondják mint a feleséges meg csodás dolognál, hogy egy kicsit ott hadja a reflektor fényt. Mert nagyon fáradt ettől a social médiától, meg hogy ilyen dolgok történnek ellene, stb. 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 ugyanazokat a paneleket hajtogatja, mint amiket régen is hajtogatott a megszokott. Tehát nem vagyok hajlandó lefordítani és feliratozni sem, még éjjel sem ugyanazt mondja. Az ő játékfejlesztő cége kiírta azt, hogy tényleg beszéltek is az érintettekkel, és valósak ezek a vádak, így már azért még inkább szorult a hurok Dr. Disrespectnek a nyaka körül, és muszáj volt neki beszélnie erről. 26 ám ezt meg is tette, természetesen nem streamben, hanem egy tweetben, mert a jó jóérlek tweetek azok mindig biztos olyan sok emberhez eljutnak. Ja, nem, pont hogy nem jutnak el sok emberhez, mert ott ugye nincsenek a clipfarmer kölykök, akik le tudnák klipelni azt, amit mond, hogy kirakják TikTokra. Tehát így kevés emberhez fog eljutni ez a bocsánat kérés, hogyha mondhatjuk ennek. Hát nézzük, elismerte a 2017-ben fiatalkorúval váltott üzeneteket? Noppergés, pergés, Olvasom a tweetet, valahogy így kezdődött a tweetje. Voltak beszélgetések 2017-ben egy fiatalkorúval? Igen. Vagyis egy fiatalkorú személlyel, ez a személy szó, ez még fontos lesz, mivel, mivel hamar átszerkesztette. Tehát a fiatalkorú személy ö, szófordulatból kikerült a fiatalkorú szó, ö, majd ezt észrevették a kommentelők, és szétszették őt, mire ő visszaállította az angol minor szót a kontextusába. Tehát visszakerült, most így, így, így végül is akkor most már tényleg kiskorú volt, de egy ideig nem, aztán mégis, hát, megesik ez. Nem, e, ez se vett túl jó fényt szerintem Dr. Disrespectre. Uh, itt is leírtam, hogy azt, hogy neki nem voltak olyan szándékai, meg stb. stb. De ez is csak ilyen mambo jumbo, vagy nem tudom, hogy lehetne mondani. Nyilvánvalóan minden, minden ilyen ember, akit rajta kapnak, azon, hogy egy fiatal körülval beszélget, az azt fogja mondani, hogy nem voltak neki rossz szándékai, mivel ezzel tudja legalapabban védeni magát. Mi más tudna mondani most a szándékait, az csak ő maga tudja, ez nem egy bizonyítható dolog. De hát az üzenetek, amúgy, amiket még mindig nem láttunk, sajnálatos oknál fogva, azok bizonyítanák ezt. Szóval Twitch, release the whispers. Látni akarjuk a suttogót. Szeretném látni, hogy mi történt itt a suttogásban, hogy most akkor tényleg szexuálisak voltak -e ezek, vagy nem, mert ugye elméletileg itt, euh, tehát volt már olyan állítás, hogy szexuális felé hajlott, de közben mégsem, ez is elég érdekes. Tehát a tweetben hangsúlyozva volt az, hogy nem voltak való szándékok e mögött a beszélgetések mögött, vagy e a beszélgetés mögött, és semmi illegálisat nem tett, de vállalja a felelősséget erkölcsi szempontból, és mondta, hogy ez egy rossz dolog, stb. De tagadta azt, hogy egy ragadozó lenne, vagy PDF. Ú, így fogalmazott, nem történt semmi törvénytelen, nem osztottam meg képeket, és soha nem találkoztam az illetővel. Erkölcsi szempontból vállalom a felelősséget, de nem vagyok ragadozó. Ezután még arról is beszélt a tweetben, hogy ezt a jogi disputát már megnyerte ő a Twitch ellen ki lett fizetve, ezt az egész vitát megnyerte, és amúgy június 25-én uh, egy még egy levél kilékelődött, amiben egy másik Twitch, uh, volt Twitch alkalmazott ír, Guy védelmére, vagyis dok védelmére, egy-két dolgot fogok idézni ebből, azt írta, hogy Íme, mi az ami valójában történt, és mi az amit a doktor disrespect tábor nyilvánosan nem mondhat el. Uh, itt ugye azt állítja, hogy a 17 éves lány és Dr. Disrespect között akkor voltak 15 váltások, amikor még nem, nem, volt ismert az életkora. Na most én ezt száfolnám azzal, hogy hogyha nem volt ismert az életkora, akkor ezt alapból mondhatta volna a dok, már az első tweetben is, vagyis abban a tweetben, amiben ugye elismert, egy beszélt egy fiatalkorúval. Ezt ő nem tette meg, tehát merem gondolni azt, hogy ő tudta az életkorát ennek, nem tudjuk, hogy ez a Twitch dolgozó emberke, ex-Twitch emberke mire gondol ez alatt, hogy nem beszélhetnek erről, tehát azért. Itt a lányom úgy elméletileg a Twitchről beszélt meg, hogy hogyan lehet új csatornát létrehozni, meg minden. Itt ugye még azt is írják, hogy az üzenetek azok a bírósági eljárásoknak a részei voltak, és nem mutattak semmilyen rossz vagy illegális cselekedetet, tehát nem, nem láttak ilyet rajta, viszont még mindig nem lát, hogy ezeket nyilvánossá tenni. Pedig engem érdekelne nyilvánvalóan az áldozatunk neve és képe nélkül. Ezt amúgy Twitteren találtam tehát nem tudom, hogy mennyire valid, viszont még olyat is ír. Azért vált ilyen nagy méretűvé ez az egész Dr. Disrespect körül, mert nagyon sokan nem kedvelték őt a Twitch munkásai közül, és nagyon sok pletyka keringett róla kívül is, belül is, hogy mik történtek, különösen az utolsó streamje előtt. Az eredeti terminológia, kommunikáció az az volt, hogy nem megfelelő volt a viselkedés, és nem illik a Twitch márkájához Dr. Disrespect és itt amúgy ez az ember azt állítja, hogy Dok tényleg nem tudta, hogy miért lett kibannolva, addig a pontig, amíg az ügy bíróság elé nem került, és a Twitch sem tudta ezt ugye elmondani, hogy mi volt az ügy, mert nyilván a bíróság az csinált egy NDA-t, ami annyit jelent, hogy nem beszélhetnek róla. Ugye írja azt is, hogy az ügy bíróság elé került, és kiderült, hogy nem csak a Twitch több alkalmazottja szervezkedett doktor Disrespect ellen, hanem a harmadik félnek való adatok kiszivárogtatása és a CCPA szabályzat megsértése is szerepet játszott. Mivel ugye a harmadik félnek kiadták az adatokat, a beszélgetéseket, ami ugye kettő fél között történt privátban a Twitch platformon. Tehát a Twitch Twitch suttogót nem nagyon használnám olyan dolgokra, amik esetleg privátok, mivel hát olvassák, bár amúgy szerintem az összes social media platformon el tudná olvasni egy olyan ember, akinek adminisztrátor joga van az adott platform felett. Illetve cégek is olvassák azokat, amiket ti beszélgettek, ez alapján kaptok reklámokat, ebbe is szinte biztos vagyok, ez a Facebookon is megtörtént amúgy, a Facebooknak volt is ezzel egy kis problémája, mivel annak ellenére, hogy rengeteg embernek a privát üzenetét monitorolták, és ez alapján küldtek ki nekik reklámokat, hogy mit Szeretnének esetleg megvásárolni, lehetett volna ezt mondjuk jó célokra is használni, tehát hogyha mondjuk valakinek öngyilkos hajlamai vannak, és látszik, hogy erről ír valakivel, akkor esetleg mondjuk olyan reklámot bedobni neki, hogy Suicide Hotline esetleg kéri segítséget, hogyha problémáid vannak ez nem történt meg. Viszont legalább, hogyha ikás asztalról beszélgetsz valamelyik ismerősödöd, akkor jövő héten ott lesz a reklámja. Azt írja még ez az ember, hogy a twitch az a kérdés merült föl, hogy miért is beszélgetne valaki egy ilyen fiatalkorú személlyel, és ez mindig csak ilyen sötét szempontból érthető, vagyis egy sötét szempontból nézik az emberek ezt. És itt azt írja, hogy az egyértelműség kedvéért nem volt szexuális jellegű üzenetváltás, mint ahogy azt a másik Twitch alkalmazott sugalta. Voltak üzenetváltások 17 éves személlyel, vagy kiskorú személlyel. A kiskorú maga fiatalkról az Magyarországon más, de szerintem ö, Amerikában nem. Mindegy lényegtelen, minor, de nem, nem voltak szexuális természetűek ezek a beszélgetések. Annak ellenére, hogy a másik Twitch alkalmazott meg azt mondta, hogy igen. Ö, Dr. Disrespect kezdeményezte a jogi eljárásokat. Ha ilyen dolog elhangzik valakiről, akkor már nem lehet azt visszavonni. Mindig lesznek olyanok, akik azt mondják, hogy ha nincs füst, nincs tűz. Láttuk, hogy az emberek megsértődtek a vádakon, de a kárt nem lehetett visszafordítani. Beleegyezett a nincs jogellenesség elismerése kijelentésbe, mert érthetően mindent ki akart hozni ebből az ügyből. Itt még azt is írta, hogy az a tény, hogy egy volt Twitch alkalmazott most tette közzé ezt a tweet-et, jelentősen megváltoztatta a dolgokat, most már ugye kint van és nem lehet visszavonni. Dr. Disrespect ugye ezért dühös, nem tud megfelelően reagálni erre, mivel az ügyvédjei azt mondják, hogy nem lehet, ugye meg is nyerte ezt az egészet, már megegyeztek az ügy kapcsán abban, hogy ugye nem beszélhetnek róla, és ha meg is nyerte, elméletileg akkor se beszélhet róla, ez nem tudom, hogy tényleg így van-e, de ez, ez, ez írja ez a levél. lesznek jogi lépések, és valószínűleg egy hatalmas kártérítési igényt fog kérni a Twitch-től, a doktorunk ismét, állítólag, amikor nyilvánosan bejelentette a visszatérését, akkor a Twitchnek az alkalmazottai közül megpróbáltak tök sokan kompromitáló dolgokat kigyűjteni Dr. Disrespectről annak érdekében, hogy a szerződéseket elkúrják, amiket ő csinál más cégekkel, vagy a Youtube-bal. És amúgy a Youtube is azt mondta, hogy neki azért, nekik nem volt eddig szerződésük a Dr. Disrespectről, és nem is lesz pont azért, mert tudták, hogy ezek a dolgok vannak a háttérben. Itt azt írta még, én egy volt fitch alkalmazott vagyok, most már máshol dolgozom, nem fogom azonosítani magam, nem fogok válaszolni az ügyekre, de válaszolok néhány kérdésre, mivel nagyon közel voltam az ügyhöz akkoriban. A Dr. Disrespect jogi lépéseket fog tenni, hogyha uh, ez az ember nem tudja bebizonyítani, aki kidrakta először ezt az egész dolgot, kilikelte. Ha nem tudja bebizonyítani azt, hogy ezek tényleg szexuális jellegű beszélgetések voltak, akkor Dr. Disrespect több mint valószínűleg jogi lépéseket fog tenni, mivel ezek spekulációk, és az internetet azt azért nagyon jól tudjuk, hogy milyen, mindent is elisznek az emberek, akár még bizonyíték nélkül is, viszont ezek, ezek a bizonyítékok, ezek ott vannak valakinek a kezében, már hogyha bizonyítanak valamit, hogyha pedig nem bizonyítanak semmit, akkor pedig azt kéne megmutatni inkább, hogy lássuk, hogy akkor tényleg nem egy, nem egy olyan emberről van szó, aki, egy ilyen dolgot megtett, de hát már elismerte szóval innentől kezdve, meg szerintem ez a népnek a dolga, hogy ellöntsék, hogy ez egy jó fej, kedves királyember, vagy egy rossz fej, nem jó fej ember. ezt most elég jól elmondtam. Vagy pedofil, vagy predátor, ki tudja, ki tudja. Jogilag igaza volt Dr. Disrespectnek, itt az áll, és e szerint a másik Twitch alkalmazott szerint, aki ugye írta ezt a levelet, nem tudjuk kinek, mert a címzet ki van szedve, meg az is, aki írta, uh, itt azt írja, hogy amúgy Dr. Disrespect megérdemli az igazságot szerinte. Overall, egy volt Twitch alkalmazott küldte ezt a levelet, és azt állítja, hogy a Twitch sértette az adatvédelmi szabályokat, és hibásan kezelte ezt az egész ügyet, Dr. Disrespect pedig megérdemli az igazságot és a tisztességes bánásmódot, mivel nem történt semmi törvény ellenes. Én még azt is átlom képzelni, hogy Dr. Disrespect maga írta ezt a levelet, mert nem beszélt róla ugye a saját nevén, de hát ki tudja, ez csak spekuláció természetesen. Amúgy külön érdekesség, Uh, kicsit ugorjunk vissza az időben, vagy hát nem is vissza az időben, mert eddig is ugye 2017-ben történt ez a dolog. Viszont voltak más dolgok is 2017-ben. Dr. Disrespect amúgy egy konzervatívnak mondható, konzervatívnak vallja magát szerintem. Konzervatív álláspontjai vannak, ilyen mint Nick Merckx, ő, ő is nemrég banolták ki ö, twitch mert tranyózott egyet. Ennek ellenére, lékelődött 2017-es beszélgetés Dr. Disrespect és egy transznemű szexmunkás hölgy között, amikben elég szexuális dolgok olvashatóak. Szintén 2017-ben, amikor megcsalta a feleségét. Most ezek lehet, hogy összefüggenek, lehet, hogy nem. Lehet, hogy megfejtettük a feleség megcsalós two-time champion-t de nem biztos, hogy megfejtettük, de pont abban az évben történt, amikor Doc bejelentette stream, hogy megcsalta, vagy hát hűtlen volt a feleségével, és ez úgy mondható annak. Ez, ez, teljes mértékben mondható annak. Hogyha valakit érdekel, akkor állítgassa meg a videót, itt most meg tudja tenni ezt, eléggé érdekes üzenetek vannak, mint például, hogy végezhetem már a Doki, nem tudjuk, hogy mivel, de ja, a végén még írta is, hogy bum, jajksz. Na mindegy, a tweetben még az állt amúgy, hogy ez a lány, ki lett használva Dr. Disrespect által, mivel webkamera sokat adott neki, ilyen privát webkamera sokat csinálta Dr. Disrespectnek, és cserében Dr. Disrespect partnerséget ígért különböző cégekkel, vagy, vagy lehet, nem cégekkel, de valamiféle partnerséget ígért, hogy a videós karrierjében tudjon segíteni ennek a transznemű lánynak és hát ezt nem tette meg, le is tiltotta ezt a lányt amúgy már a Dr. Disrespect mindenhol, uh, több mint az, hogy ezért líkelte amúgy ezt a beszélgetést. A közösség reakciója, azok egyenlőre elég vegyesek, írjátok le ti is a véleményeteket, mit gondoltak erre az egész ügyről, nem tudtam mindent összeszedni erről, és biztosan lesznek még fejlemények a napokban, azért is vártam ezzel az egész hogy jöjjenek még ki új dolgok, és vannak is szerintem olyan infók az én videómban, ami mondjuk más külföldi ember videójában nincsen még benne, olyan külföldi dráma, feldolgozós videókat nem tudom mennyire szeretnétek meg látni, mert amúgy ez lát, hogy valakinek kurva unalmas, hogy én leülök ide, viszont én nagyon szívesen megcsinálom ezeket, nem egy, nem egy rossz uh, móka, mm, írjátok le a visszajelzéseket, hogyha lesz még ilyenre igény, vagy valami, valamire van még igény, akkor kommentbe írjátok le, hogy miről beszéljek, ami történik mostanság. Ezeket a témákat nem akarom streambe feldolgozni, most azért ez egy, ez, ez egy kicsit nehéz téma, ezt nehéz lett volna streamben feldolgozni, meg azért próbálom úgy feldolgozni, hogy az embereknek is átjöjjön ez, mint információ, ö, és mint vélemény is de most főleg információként szerepeltem ebben a videóban, nem mint véleményvezér, úgymond. Nyilván nem egy jó dolog az, hogyha 40 évesen, 17 éves lányoknak kész, úgyhogy még családod is van, ez mindenképpen egy rossz dolog. Ez szerintem átlag átlagember vélemény. Nagyon sokan megkérdezték amúgy doktor Disrespect, hogy miért használt ilyen jogi nyelvezetet, meg ilyen homályos nyelvezetet, miért nem tagadta le egyértelműen a fiatalkorúval való kommunikációt, nyilván azért nem megtörtént. Minden vádlott ilyen esetben azt mondja, hogy nem voltak valódi céljai. Tehát, hogyha megnézed egy ilyen catch up ott is mindegyik ezt mondja hogy ez nagyon nagy kételmekre ad okot, szerintem. De kíváncsi vagyok, hogy lesz-e még ezzel kapcsolatban valami fejlemény. Várom, várom őket sok-sok szeretettel, majd beszélni fogunk erről is. Hogy most Dr. Disrespect egy szünetet tart, és majd lehet, hogy visszatér, de az idő fogja csak eldönteni, hogy egyáltalán vissza tud-e térni ilyen súlyos vádak után. A közvélemény ítélete az meg ugye hát komoly hatással lesz a karrierjére, és nagyon sok követőt fog elveszíteni ezzel már veszített is amúgy feliratkozókat, donétereket, tagokat, mert most Youtube-on van már egy tagság, tagságokat is veszített, és a Youtube eltávolította őt a partner programjából. Ami nem, nem tudom, hogy mit jelent pontosan, de azt hiszem, hogy ha nem vagy benne a Youtube partner programban, akkor nagyon sok mindent nem tudsz csinálni a csatornádon, és lehet, hogy pénzt sem tudsz keresni. Ebben nem vagyok biztos. Illetve nemrég Doc beszélt arról is, egy hónapja, amikor még ezek egyáltalán nem voltak kilíkelődve, hogy a kik ajánlott neki 10 millió dollárt és ő nemet mondott rá. Like I said, I mean they had a gracious number. 10 mil per year. Zero gambling. right? But it's just not enough. A sors iróniája az, hogy most már a YouTube is nemet mond Dr. disrespect és csak a kik maradt neki, amire ő már sajnos nemet mondott, már egyáltalán igaz volt, hiszen ő is egy olyan ember, aki az egója miatt, meg a kis szerepe miatt igazából szokott hazudni, klipfarmolni. A kettő nyilván nem ugyanaz, de a kettő azért tud, tud ötvöződni, és ezek, ezek, is lehetnek hazugságok. Ő azt mondta, hogy... 10 millió dollárt nem fogadott el, hogy a kikken tolja a streamelést. Azért 10 millió dollár nagyon sok pénzám, de 50-et akart ki tudja, hogy most a kikken fog kikkelni az öreg, vagy nem fog tovább. Meglátjuk. Köszi szépen, hogy megnézted ezt a videót, ha tetszett, iratkozz fel, írjál kommentet, írd a véleményedet, hogy milyen volt, szeretnél -e még ilyet látni, ha igen, akkor milyen témát dolgozzak fel, és... ja. Köszi szépen. Csá. Azt hitted, hogy nem fogom megmutatni, mikor Dr. Disrespect újra elmondja ugyanazt, hogy elmegy a naplementébe. Részén, just completely remove myself from the scene it's what I need to do I mean I, right I, I'm telling you it's fatigue it's tired it's wanting to just kind of move away from the limelight ultimately that's what it's about you know what I mean champs damn now what I mean, shit, there's 50 million other streamers you can watch right now. It's time to drive into the sunset, says Swervin. Oof, man, I like your style. It might be time to drive into the sunset, champs. I appreciate all of you. Appreciate all the commitments, the recommitments. Please do me a favor. Enjoy the rest of your day. Enjoy the rest of your week. And we'll see you soon. Yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Szia manin, ha elfogyott a manit, csak szójádon ételek százat, majd amit lesz, majd elszórjád, de ami. A lényeg, hogy a mai streambe kerüljek be kicsit, hamis te vagy a legjobb az egész kerületbe.